Nagy szeretettel köszöntöm a VNTV nézőit. Önök 2014 tavaszi vagy télelei ébersztő közleményünket hallják. És miért kell itt ébersztőt tartani, ami az ébresztő szónak egy szinonimája is lehetne? Mert hogy úgy érzem, hogy az események felgyorsultak, sokan érzitek ugyanúgy ezt a dolgot. Ma reggel kinyitottam az internetet, és az UFO-król szóló film hozzászólásából idéznék, hogyha ezek ilyen fejlettek, és mindenáron felszeretnék velünk venni a kapcsolatot, akkor legalább öltöznének föl. És képzeljétek el, ez a UFO testvéreim nézik az internetet, és rádöbbennek, hogy úristen, mi mesztelenek vagyunk, azért nem tudnak ezek a földi testvéreink kulturáltan viselkedni, meg hogy szinte az összes űrhajók, amit ide küldenek, levadásszák különféle nációk vadászgépei. Induljunk el egy kicsit innen. Mi az a pont, amitől az emberiség, az emberek nem tudnak az univerzum többi népeihez csatlakozni? Képzeljétek el, ez a kőbaltás kikerülne mondjuk egy másik planétára, hova a kőatom fegyvereivel úgy szintén megpróbálna hatalmat szerezni, leigázni az ottani természetet és az ottani embereket. Megengednétek ti-e, hogyha olyan szinten állnátok már, mint a Földön kívüliek, hogy a kőbaltás közétek kerüljön? Nem, csak aggódnál érte, mint egy kis betegér, akit kívülről látsz az inkubátorban, hogy úristen, megint mit csinál magával. Tarra vágja az erdőit, megmérgezte a vizeit, és eközben folyamatosan szaladgál egy színes pénzdarab után. Ahhoz, hogy megértsétek, hogy miért nem politikai pártokban és miért nem a választásokban van az egyetlen reményünk, egy pár mondatos történelmet szeretnék elmesélni. Nem más ez, mint felolvasnám a kapitali játéknak a szabályát. Ez arról szól, amelyet mi önként elfogadtunk, mert különben nem működne több száz év óta, hogy kapunk 100 forintot, és elfogadtuk azt a játékszabályt, hogy a 100 forint helyett nekünk minden évben még plusz 10 forintot, tehát 110 forintot kell visszafizetni, és hogyha nem fizetjük a kamatokat, akkor egy idő múlva a 100 forintból 200 forint lesz az adósságunk. Ez igaz az államokra, mert hogy egyik se vette a bátorságot a legújabb korban, hogy saját pénzt bocsásson ki cseleszköznek, és ez igaz az emberekre is. Az emberek fölveszik a kölcsönt, mert hogy nincs szabad pénzforrás, és egyszerűen képtelenség a kamatos kamatokat visszafizetni. Ez a kapitali játék szabálya. Ezt az ember nem rúgta föl, mert azt hiszi, hogy neki majd sikerül, és elég régóta játsza ezt a történetet, ugyanakkor ebbe ment tönkre az emberiség, és ettől pusztul ki a Földön minden állat, szennyeződik meg a víz, mert egy olyan minden feloldozó, rendező elvet vittünk a rendszerbe, hogy a pénzért mindent hajlandóak vagyunk megtenni. Ha fölfognánk azt az alaptörvényt, hogy ha vissza szeretnénk fizetni a színes papírpénz kibocsájtójának azt az összeget, amit fölvettünk tőle, lássuk be, hogy nem tudjuk, mert hogy többet kéne visszaadni, mint amennyi a rendszerben van. És ez igaz az államokra, ez igaz a magánszektorra, és igaz mindenre. Aki a színes papírpénzt kibocsájtott, ezt nagyon jól tudta, és ezért tette. Miért is? Mit akar ő cserébe? Ő látja már, hogy a pénzzel egy láthatatlan bilincset tett az emberiség kezére. Folyamatosan, önkéntesen rohansz a rabszolga sorsodba. 16 órát, 20 órát dolgozol, és elhiszed, hogy egyszer meg tudod adni azt a több pénzt, ami nem is létezik. Mert ha 100 forint van a kereskedelemben, a közszférában, akkor nem lehet abból 110-et visszafizetni. Fogjátok már föl. Viszont a banknak mindenhez joga van, és ezért először elveszi a házadat, az ingatlanodat, elveszi az országok földjeit, elveszi a tengereket, elveszi az erdőket, mindent ennek a törvénynek a nevében megtehet, és amíg te ebben a játékszabályban benne vagy, ami egyébként egy mentális rabszolgaság, mert abban a pillanatban, hogy fölismernéd a játék lényegét, és nem lennél hajlandó tovább ezt játszani, a dolog abban a percben megszűnne. Akkor most nézzük meg a 2014-es év lehetőségeit itt szerény kis hazánkban, Magyarországon, ahol úgy érezzük, hogy az elnyomás olyan értéktelen és mértéktelen, hogy elviselhetetlen már. Azt szeretném nektek erre mondani, hogy ugyanez a szisztéma működik az egész világon. Kanadától Amerikáig, Új-Zélandon keresztül, ahol azt hittük, hogy a természet tiszta értékeit nem lehet beszennyezni, ez a szisztéma
hogy mindent megteszünk a pénzért, ugyanúgy tönkretett természetet, az emberi kapcsolatokat, csak mi itt vagyunk, és ezt az országot látjuk, hogy miért jobb még Ausztriában? Azért, mert őket a magasabb vagyoni állapotból kezdik szipolyozni. Ugyanúgy vannak munkanélküliek, ugyanúgy vannak utcán lakó emberek, ugyanúgy vannak kilakoltatottak. Mondjuk, hogy a korrupció a politikában nem annyira erős, mint a nálunk, de ebbe nem menjünk most bele. De az egész világon működik ez a kapitalista játék, ahol kevesebb pénzért többet kéne visszafizetni, ami nem működik. Választások lesznek. Miből választhatsz? Ez ugye egy nagyon nagy kérdés. Hamarosan közé fogjuk tenni azt a politikai választási programot, amelyre nyugodtan szavazhatsz, hogyha azt bevállalják a politikusaink, akkor igazán ők a mi vezetőink. Ilyen apróságok, hogy népszavazást írjunk ki, hogy maradjunk Európába, de lépjünk ki az EU-ból, vagy olyanokat, hogy az önálló pénzkiadás jogát vállalja föl az a felelős magyar kormány, aki itt Magyarországon él, olyanokat, hogy az adós rabszolgasságot egy tolvonással szüntessük meg, és a bankok kártalanítsák az elrabolt pénzeket. Na, ilyen hasonló történetek lesznek, de ne ebbe menjünk bele, mert úgy gondolom, hogy a politikusok ugyanolyan rabszolgái a rendszernek, mint jó magunk vagyunk, a gyermekeink ugyanúgy rabszolgái a rendszernek, akik iskolába járnak, és ezt a fajta szisztémát megpróbáljuk az agyukba, a testükbe, a lelkükbe égetni. Tehát mindenütt arról szól, hogy a vasbilincsek helyett, amit a középkorban a rabszolgákra tettek, most egy mentális bilincsel tartják rabszolgassásban az emberiséget, és ez a mentális bilincs erősebb, mint a vasbilincs. Ma már nincs szükség korbácsra, fegyverekre, hanem egyszerűen a komfortzónánk fenntartásáért mi, ami mindenre képesek vagyunk. A pénzért adnánk szerelmet, a pénzért odaadnánk az életünket, a szabadidőnket, a szabadságunkat. Na, ez nem mehet tovább. Az az ősember, aki azt mondjuk, hogy bunkóval járta a földeket, az az ősember egyszerűen éber volt, mert ha nem lett volna éber, nem vette volna észre a környezetében, hogy mi az, amit a szájba vehet, mi az a tüske, amiben beleléphet, mi az az állat, amit el kell kerülnie. Ha nem lett volna éber, kipusztult volna az ember, nem jutott volna el idáig. Az éberségét és a tudatosságát vesztette el. Az éberség és a tudatosság az az egyetlen dolog, amit vissza kell szereznünk. Az éberség az, hogy mi az a gondolat, amit beengedsz a fejedben, mi az a cselekedet, amit hajlandó vagy megtenni azért, hogy mint virtuális rabszolgaként ezt a pénzbirodalmat kiszolgáld. Jó azt mondani, és akkor mi lesz a gyermekemmel? Higgyétek el, ha az emberek tömegében fölébrednek, akkor ez az egész rendszer, ez amit Mátrixnak hívunk, de ez egy káprázati világ, széthullik körülöttünk. Nincs más megoldás, mint felébredni. Nem a pártokban van a megoldás, hanem az éberségben, és az egyéni ember, aki felébredt és éber, nem manipulálható. És onnantól összefogás. Nem kell összefogni, mert ha mindenki ugyanúgy gondolkodik, felébred az aranykorban, az újfajta rezgéseket magára veszi, egyszerűen nincs már tovább, aki ezeket a jármokat a nyakába vegye és vigye. Se ebben az országban, se egész világban. Természetesen a tömegmanipuláció ezerrel működik. Az embereket a kajával, a valóságsókkal. Azt mondja Hanvas Béla, hogy népeket lehet a szórakoztatással teljesen meghűíteni és tönkretenni. Ez történik ma. Ne hagyd magad hűíteni, szórakoztatni, hanem próbálj meg ébredni, gondolkodni, olvasni. Az éberség, éber elvtárs ébredjen fel, és ne dőljön be mindenféle hülyeségnek, legyen saját gondolata. Abban a pillanatban, hogyha egy emelkedett rezgésszintű világ és univerzális szempontból is emelkedett emberi faj leszünk, higgyétek el, hogy a földön kívüliek is kommunikálni fognak velünk. Egyelőre egy beteg apokalipszis előtt álló emberiségre tudnak tekinteni. Itt az inkubátorban nem sok időnk van, az összes levegőt elszívtuk már, és nem tudunk magunknak újat termelni. Higgyétek el, fel kell ébredni, mert nincs tovább. Nagyon csúnya közmondás volt, 20 éve hallottam, hogy ne hagyjátok, hogy a fejünkre potyogjon a slamasztika, van nekünk szánk is, de most már egy szívószállal próbáljuk meg kidugni a fejünket a mocsárból, és úgy veszük a levegőt. Higgyétek el, hogy kívülről nem érkezhet megoldás, minden megoldás itt belül bennünk van, te vagy én vagyok a megoldás, és ha közösen ébredünk, ha közösen éberek leszünk, akkor megmenthető ez az emberi faj, én is, te is, a gyerekeink, akiknek tulajdonképpen át kéne adnunk ezt a földet, ami már igazából nem olyan, amit át szabadna adni.
egy tiszta levegőjű, tiszta vízű, tiszta erkölcsű, tiszta tekintetű, szeretetteljes világ az egyedül, amit lehet élni. Ne engedjük, hogy a pénzpestise az utolsó embert is elpusztítsa. Köszönöm, hogy meghallgattatok, legyen saját gondolatotok ezekkel kapcsolatosan, ébredjetek, a piros kapszulát már mindenki bevette, aki ezeket az adásokat nézi, és egyszerűen nem lesztek képesek már úgy élni, mint idáig, de megmondom őszintén, mi erre fizettünk be. Viszontlátásra!